Jól van, Máté. Itt álljunk meg a mocsár mellett. Jó lesz itt? Tökéletes. Okés, jól van. Máté, ne feledd a küldetést. Jól van, nem feledem. Óriás varangyos békát kell találnunk, de Máté, a mocsárban vagyunk, és itt rengeteg más veszély is leselkedik. Úgyhogy a mozgóbázisra hoztam mindenféle dolgokat. Máté, hoztam fegyvereket. Hoztam élelmet. És hoztam minden mást is, de tudunk magunknak is csinálni dolgokat. Jól van. És fényt is használ? Azt nem, az ott maradt. Az ott maradt? Jó. A következő a helyzet. Rajtunk van a sor, hogy mi oldjuk meg ezt a problémát. Nem hívhatjuk segítségül a dinóinkat. Vagyis hát, hogyha nagyon nem megy, akkor segítségbe hívhatjuk. De itt van válasz egy fegyvert, direkt hoztam fegyvert. Én nagyon durva fegyvereket hoztam. Krisztián, nekem nincs szükségem fegyverre. Ugyanis... már van egy. Na, vedd ki, Máté, nézd, itt van, figyeld. Itt fogsz állni egy fegyvert, ami sokkal jobb lesz, mint az, ami most van. Íj! Csigás íj! Na, vedd ki a csigás íjat. Tényleg csigás íj? Igen. És tranquára, ugye? Nem, azzal nem lett tranquárót lőni. Hát akkor mi a francnál? Azzal a metál árót lett, jól van? Jól van, akkor megpróbáljuk. De vegyél ki mi van neked? Nyílpuskád van, vagy puskád? Itt van a 68 trankú ár. Vagy nem trankú ár, hanem ez a ilyen dart. Igen, trankú jó. Trankú dart. Oké, és akkor ez jó lesz. Ja, várj, egy kis próbálom az íjamat. Mennyit sebzett? 1300! Hasztaroha! És még csak nem is fejjel találtam el szerintem. Úgyhogy Krisztián, ezzel elég könnyedén el fogjuk kapni azt a békát. Igaz? Igazam van, vagy igazad van. Ja, szerintem is igazam van. Na, aló srácok! Ez itt egy újabb Ark sorozat rész. És ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint békát fogunk szelédíteni. Illetve kipróbáljuk. Igaz, Krisz? Igen, mi ez? Miért mosódsz el így, amikor mozogsz amúgy? Nem tudom. Ez valaki vagy. Jó, van, átnak your targetem van. Szóval, hogyha megtámadja valaki a kedves házasmázast, akkor ő meg fogja védeni magát, csak nyugalom. A házasmázas, azt a tényleg észre se vettem, hogy nem otthon vagyunk. Mert otthon vagyunk. Mert otthon a legjobb. Ja, otthon a legjobb. Azt a Krisztián, de gyönyörű ez a hely. Nagyon régóta igen. Voltunk már itt. Igaz? Igen, valóban, és Máté, nem csak gyönyörű ez a hely, hanem elképesztően veszélyes is, úgyhogy gyere utána. Hát az biztos, azt a el is süllyedtél teljesen. Máté, mi az? Hogyha valamelyikünkre piócák rámásznak, akkor a másiknak le kell szedni őket. Ja, mert a másik tudja csak leszedni, eddig hát, én tudtam. Hát le lehet égetni, le is lehet égetni, hát hogyha visszaszaladunk. De mivel? A tűzzel. Ha visszaszaladunk a házasmázashoz és ráugrunk a tűzre, akkor úgyis jó, de egymásról le tudjuk szedni, úgyhogy gyere, Máté. Oké, okay, várj, Krisztián, először fel kell mérni a terepet, mint tapasztalt mocsár szakértő és békavadász. Jó, hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon buta dolog volt, amit te csináltál, ugyanis nem szaladunk be csak úgy a dolog közepébe. Hely, az mi az ott? Mi van ott? Ott van valami? Egy szarvas. Wow. Egy ötös szarvas. De mit csinálsz már ott, te barom? Mondom, nem szaladunk be a dolgok közepébe. És te már ott vagy 10 millió kilométerre. Na jó, Jogi Máté, én tapasztalt túlélő vagyok. Mit csinálsz, te barom? Terrorbird megtámadott. Aztán nyugalom. A tapasztalt túlélő, az vagy ám. Hát, meg is öltem a Terrorbirdet. De megtalad, mi vagy? Igaz. Hát nem tapasztalt túlélő, az biztos. Hey, itt egy leech. Vigyázz rád, ne cuppanjon! Jó, nem cuppan. Nem cuppant! Lőj le! Lőj le, Krisz, három izé rám cuppant! Enyed! Gyorsan, gyere ki onnan! Kiszívják az összes véred! Fuss! Fuss már, te őrült! Vigyázz! Baszta! Mi a szar? Gyorsan szedd le! Hát gyere ide ki! Hát ott mennek rád tovább! Nyugi! Meg fogok halni! Jó, leszedtem őket, Nyugi! Köszi! Máté, ott lát, mintha láttam volna egy békát. Hol? Egy jó nagyszintű békát kell keresnünk, Máté. Igen? Ha, igen. Legalább egy százasat? Hát egy olyan 120, ha már... Az kell szépen 20-as szintű, akkor az halált érdemel. Ha már... Igen, amúgy meg kéne ölni azt, ami... Van shotgun lőszered? Nem, izém van. Ja, de van egy pár, adjak. Igen, mert csak 10. Safe boat!
Mi a franc? Mi van? Mi az az őrült hely? Na hát erre nem készítettek fel a macsár szakértő iskolában. Elfeledkeztél valamiről. Miről? Arra, hogy ember a 300 méteres krokodil rám támadott. És? Na. Az nem akar, hogy elfelejtsük a... Ja, de csak 6 sárkán lőszerem van, szóval... Ó, de jó. És a házas-mázason nincs? Nincs. Akkor nem lesz... Jó, de, mert itt az íjam, az új íjam. Benyomom a trackinget a házas-mázashoz, hogy talán azzal sem tudok. Na, jó van, Máté? Várjál, ott láttam egy békát. Máté, az építkezéshez... Teranodon. Mik azok? Teranodon. Aha, és megtámadt őt a raptor. Mindegy, a raptor az nem egy nagy probléma, Máté. Az nem nagy probléma. Ő ki kéne ölni a kis szintű békákat is, mert az a baj, hogy, tudod, hogy így mindig meglátjuk, és akkor azt nézzük, hogy az mi? Ja, srácok, amúgy kérdezhetitek, hogy miért is vadászunk békára. Krisztián, magyarázd el ezt a békás dolgot. Oké, és elmagyarázom. Azért kell békát szerzítenünk, ugyanis a... Menj, hagyd békén a testvéremet, te kis szar! Vagy nem is tudom, hogy hívjam ezt. Azért szerzítünk békát, mert ahhoz, hogy építhessük a bázisunkat, és ilyen metal építőanyagokat építhessünk, vagy kraftolhassunk, ahhoz kell cementing paste, és a békával lehet legjobban cementing paste-et szerezni, úgyhogy azért kell nekünk béka. És te hogy miért mindig ilyen így tartod a fejed így? Azért, mert nézd, itt most tökéletesen lehet látni. Nézd, a pisztoly van az, amerre én nézek valójában, és a karakterem nem oda néz, ahol a pisztoly néz. Jaha, értem. Rám se tudsz nézni, olyan főfele kell nézned. Ja. Hopp, na szóval... Ez mini béka? Az? Nem! Az egy pióca! Várjál! Megflankelem. Megkapsz, büdösdög! Vigyázz, ott van még egy! Támadás alá vettük. Az milyen hangja van, hogy meghal így. Így sose fogunk óriás békát. Hát itt tényleg nem, úgyhogy menjünk. Krisztián, az elsődleges dolog, ami egy békaszerítéshez szükséges, az az, hogy ide tudjuk magunkhoz csalogatni. Ugyanis a békák nagyon jó rejtőzködő mesterek. Nem fogjuk soha észrevenni őket. Valóban nem fogjuk soha észrevenni őket. Ott van! Ide kell csalogatnunk. És mély lősz 15 000 lőszert azért. Be nem találom el. Ja tényleg, Máté, amúgy a vállunkon vannak a kis kedves kis madárkák, őket azért hoztam, mert ők sepeznek. Van egy B-termem is, amúgy. Na mi? Ugyanis szelidít... Ezt nem hiszem, és ma megint rám cuppan a pióca. Ugyanis olyan gyilkoló gépeket szelidítettem, hogyha esetleg nem bírjuk itt a mocsár viszontagságait a lábunkon, akkor a B-tervként elővehetjük a két gyilkoló gépünket, és azokkal is megyünk. Ó, kösz, az jó, jó lesz. Lőd már le! Öl! Szép volt. Jó. Én nem, ha nem haragszol, akkor én nem cseszem el a shotgun lőszereimet. Jó, ne szed, én is a csákánnyal lövök, amikor... Ugye azt most mi rosszul látom. Mi a franc ez? Ugye azt most rosszul látom, azt az alfa T-rexet! Hol? Itt van előttünk! Máté! Hol? Meg kell ölni. Jaj! Miért van ilyen közel? Level 15-ös, azzal simán elbánunk, várj! Előveszem az íjamat. Mehet? Jó, én meg de Máté! Mi az? Futni kell, hogyha jön. Mert? Hát, mert szerinted ez úgy megöl, mint a szar. Te hogy öl meg. Menjünk, Máté. Várja. Szép volt. Vissza tudod szedni? Azt hiszem, vissza tudod szedni a nyilvesszőt. Hát, azt te szedted fel most el. Igen? Várja, megnézem. Aha, nem lett nálam. Hát, mert a csomagjába kéne benne legyen. Ja, lehet. Csak nem tudom, hol a csomagjába, nem láttam. Ott van az alfa T-rex. Igen? Az meg fogja ölni a békáinkat, lehet, úgyhogy muszáj megölni. Jó, akkor gyerünk. Tudod mit, Chris? Na mit? Folyamodjunk a régi taktikához, ide nem tud feljönni. Jó, gondoltad, az egy T-rex. Na mindegy, meglövöm, Máté! Én is! Mert! Nem, túltál. Ja nem, te eltaláltad. Mi a szar? No! Hülye raptor megtámadott! Hülye medve, mi a franc? Szép volt! A medve támadott meg! Nem, menekül a medve és arrébb lakott. Máté, nem meg velünk kell foglalkozik! Addig meg kell ölnünk, amíg nem velünk foglalkozik! Nem látjuk! Mi a franc? Oké, és már véres! Lőd! Nyugi, rám jön! A fenébe! Jó, már nagyon véres, csak...
Kezdődj, Máté! Ez az! Az az! Kinyírtuk! Mi a franc? Jó, ez ja, nem ezek el. Már nagyon durvák. Várj, nézzük meg őt. Jó. Asztarat, mekkora, figyeld! Beleállok a szájába. Haszta meg. Már nem tudok bemenni. Ez megőrült. Miért nőtt ez ekkorára? Ez az. Kisebbre nőtt volna, akkor nem találtuk volna. Ja, te beférsz? Nem férsz be. A francba. Asztam, mekkora ez? Jó, na fődarabolom, jó? Ez egy őrült. Darabold. Jó. Máté, ne nézz hátra. Mi a franc? Vigyázz! Arra nagyon vigyázz! Vigyázz! Máté, stimuláns! Gyorsan nyom! Hogy kell? Nem raktad be gyors gombra? De igen! A madaracskám ölte meg. Ja, az nagyon király ez a madár. Ja, oké. Okay. Válladról. Jó. Megcsináltam a stimulántot, kettőt is megittam. Jó tetted. Bár nem tudom, hogy mi a értelme, de... Mert elkezdesz elájulni, és a stimuláns az fölébreszt, és nem ájulsz el, hogyha eszed. Értem. Most már értem. Őszinte legyek, elég kevés béka van. Hát elég kevés békát látok én nem is. Nem tudom, tesz, hogy popsz, ott van egy! Na nézzük, Pici, ott legyen, kettő is, let's go! Jó nagy legyen, jó nagy! Ja, az egyik legalább. Az 20-as, nagyon jó. Ja, az meg hát ez csodálatos, jó, 20-as meg 10-es, akkor halált érdemeltek mind a ketten. Ja. Szép volt? Ez most mi volt? Miért nem öltem meg? Be mellé lőttél szerintem. De béna. Eddig már találtunk 3 békát, egyik sért. Ja, nagyon örülök, inkább találunk egy olyat, ami jó. Máté! Azt jól látom, azt a... Azt a rohadt! Megeszi! Nézd már, az a házas mázas, azt akkora krokodil, mint ő. Jó, szerintem inkább azt hagyjuk. Jó, na nézzük, milyen erős. Mi a szar, mindjárt kinyírja. Máté, kerüljük meg, gyere Máté! Jó, gyorsan, itt most elsorralhatunk! Azzal nem akarok szembe kerülni, az biztos. Azzal a krokodillal. Máté! Mi az? Amúgy tudod, hogy azt is meg lehet szerzíteni. Ez is komoly. Igen. Visszafordult! Máté, gugolj le! És tudom is, hogy kell megszerzíteni. Jó, bemegyek ide a nátszálak közé, Máté, nem tudom is, hogy kell megszerzíteni. Lefekszik napozni. Igen. Asztaliba bőrös lettem! Még nem is látszik. Lefekszik napozni, és kitátja a száját, és bele kell rakni a kibölt. Ott most feküdt le napozni! Aha, tényleg most, látod? És kitátad a száját? Igen. Nem ott van, már én nem pont látom. Ott van, ki van tárva a szája. Nem tudok legugolni a fenébe. Várj, add ide, majd én megcsinálom. Hopp. Bezártak a fenébe. Észrevett? Szerintem nem minket. Jaj, ne kirázom ide, Krisz! Azt a pteranodon... Jó, menjünk innen, Krisz! Ne, túl nagy a víz, nem tudok oda, sertenkedni. Igen, nem tudunk legugolni. Jó, fenébe, mindegy. Jó, nem baj. Talán majd egy másik hely. Majd legközelebb. Jó. Azt, amilyen menő voltam. Csiga! Ezt lehet szerzíteni, csigát? Lehet. Már megint megesznek az ja, izék. Ja, hülye pióca. Lehet szerzíteni csigát, de... most nincs nálunk olyan cucc. Aha. Jó, nem baj. Ott látok egy békát. Várjál, innen meglesem. Ha látom őt. Hopp, ott van. Pont nem láttam. Ott van. 50-es. Ne. No! Az nem elég jó. No, újra kell töltenem! Megeszik a disznó, megeszi. Vigyázz! Mi a franc! Hát ez egy nagyon őrült hely ez a mocsát. Hát az biztos. És ma mi hogy jöttünk ide, hogy a tizedik részben, basszus. Ja, ma megint rám. Te összed már le rólam, én jó, leraktam. Hogy lesz? Le? Jó, oké. Okay. Halált érdemel a béka is. Mert ez béka is. Ja. Ma ott látom a kígyót, az... Ja, az ez is... mi? Ez mi ez a kis... Az... Dimetrodon? Az mi? Az nem tudom, az... Vigyázz a kígyóra! Vigyázz! Jó. Jó van. Már megint rám mászik. Minden pici, hogyha nagyon megy le az életed, akkor majd leszedjük, csak most ne azzal töltsük az időnket. Jó, azt a békanyálat, hogy ketté szeled. Itt nagyon sok békanyál van, szóval tuti. Igen. Tuti itt lesznek te a békanyál. Te vagy az 50-es béka? Nem, te 10-es vagy, te még rosszabb. Azt a rohadt rám jött, hogy 1000! Rám mászott egy 10 bióta. Bióta. Máté, segíts! Jó, várjál! Még egy!
Várj! Mennyi van? Jön már megint egy! Máté, szedd le rólam! Ja. Oh, kösz! Menjünk, Máté! Azon jaj, gondolkozom, ne! Hogy... Beteg vagyok! Mitől vagyok beteg? Jaj, zéd van! Ajaj! Várjál! Megettem egy stimulántot! Nyugi, Máté! Itt van! Eszed meg! Én is eszek egy. Ez gyógyszer! Oh, kösz! Jól van! Érzem is, ahogy hat! Ja, amúgy srácok, láttátok már a király ruhámat? Hát ja, most csak megasztod a király, na meg az. Na, valóban elég menne. Hát, nem egy rossz öltözék. Megmutatom így is, mert így talán egy kicsit jobban látszik. Aha, hogy itt a... Izé. Ó, mi ez? Enyed! Azt a mélysebzek 655-öt a kezemmel. Mert a izét se besz, szerintem annyit. A madár, headshotot nyomott a madár. Már te gyere utánam, látszik. Jó, várjál, csak meg kell ölnem ezeket. Ja, de amúgy nem a madaram megöli. Jó, itt egy béka! Hanyas vagy? 50, ez az 50-es. Aha, az... Én is látok egyet, szerintem az... Ha jól látom, akkor 40. Na szeljük ketté a béka nyálat. Ja. Gyerünk, Krisz! Legyen ez most a mottónk. Amúgy a biócák miért tudnak kimászni a szárazföldre? Ez milyen csalás már? Kaproszú. Valójában nem szokott tudni kimászni. Amúgy a házas-mázast azt látod? Igen. Látom, és a életét is tudom figyelni. Jó, jó, jó. Nagy valami megtámadja. Hogyha nagyon elkezd lemenni a élet, akkor visszaszaladunk, de rengeteg élete van amúgy, de... Jó. Négy pióca van rajtam. Komoly. Szedd már le. Jó. Léci, mert már fele életem lement. De akkor miért nem szólsz? Mit tudok enni, vagy mit tudok... Hát közel? A házas-mázasnál van kaja. Igen? A friend. Miért kiabált a karaktered? Ezt mondod, hogy... Hát már ütöttem egyet. Szóval Krisztián, akkor ezzel cementing paste-et tudunk majd farmolni. És minden dino adni fog cementing paste-et, hogyha azzal megölöd. Igen, és a kitint is adja, és a kitintből lehet cementing paste-et craftolni, és kitint is kapsz, meg cementing paste-et is, szóval azt a mindenség, tudom, fékezze magát! Jó, szerintem itt a macsár széle, ami nekünk nem jó hír. Aj, vigyázz! Kígyó! Jó, nyugi! Oké, és headshotoltam. Szép volt. Pont ezt akartam mondani, hogy elünk. Vigyázz, itt is van egy retke szarkó, lőd nagyon! Szlocsanj szét a pofáján. Jó, szétlocsantottam én. Hopp, mi az ott? Krisztián? Egy ősi béka templom. Tényleg egy ősi béka templom. Ja, gyorsan fussunk az ősi béka templomhoz. Hallottam ilyenekről régen legendákat. Ja. Lehet, hogy idehozom a házas mázast. És ez tényleg egy ősi béka templom, de ez itt a békanyál bent a templomban. Mondtam. Ja. Komoly. Nem hülyeség, nem diába jártam ki azt az iskolát. Anyjátok! Utcál már innen a fenébe, te őrült! Hopp, ez mi? Ez a láda? Vagy ez ki lehet nyitni, vagy ez a... Igen, az a és XB bont. Az a XB, kinyithatod, akarod. Hopp, nem, Sparionix. Nem. Azt, de szép zöld. Máté, azon gondolkoztam, hogy ide hozhatnánk a házas mázast, mert itt van egy ilyen szép nagy tisztás. Igen, igen, ez jó ötlet. És akkor innen folytatjuk. Én itt maradok, Krisz, hogy jó. Tudjuk, hogy hol vagyunk. Hát, ha nem szarkó. Ja, csak lehet, hogy magammal foglak rántani. Ja, tényleg. Akkor megyek én is. Ott ugrál egy béka. 75-ös a fenébe. Az mondjuk már nem rossz. Ja, egyre jobbak. Ja, hát mondjuk ne úgy csinálok, mint hogyha ez így fejlődne, és egyre jobbak. Itt is van. Itt van. Ugye ez nem az az nagy dino. Ez a 50-es. Zizi krokodesz. Nem. Na, hanyas volt? 50-es, ez az 50-es. Ez mit mászkál itt mellettünk? Hogy meri ezt tenni? Jönjünk, fuss, ne foglalkozz jó. Semmivel. Jó, nem foglalkozok én. Ez zsemlét kiflivel. Jössz utánam. Átment a lábai közt. Lelöktek! Azt a futát! No! Meg fogok halni! Várj! Meg fogok halni! Máté, meg kell mentened! Megmentelek! Kösz! Lelökött ez a mocsadék! Várj, én is lemegyek itt. Hova tudok ugrani, ahol nem halok meg? Sehova. De nem halsz meg amúgy. De mennyi életed van? Hát majdnem maxos. Anyádat már! Várja. Hát de úgy, hogy mennyire van fölvive. Nekem 400. Nem tudom. Megnézzük. Jó, hát majdnem meghaltam. Jaj, ne! Ujjjjjj! Jaj, ne! Mi a francit? Miért van folyamatosan megás nélkül valami tret? Tret. Valami fenyegetés, valami izgalom, valami veszély. Máté! Hülye bocsár, nem akarok itt lenni! Én sem undormány, de csak itt van ez a hülye béka a francba már. No, már megint itt egy gigantikus krokodájl. Jó, amúgy menjünk, annak... kerüljük ki. Én annak a közelébe sem merek menni. Én sem, menjünk az már! Az mekkora? Nézzük már meg mekkora! Menjünk már! És összeszartam magam.
Nem, amit te szartál be. Akkor van a, az én shotgun lőszer? A házas-mázason nincs. Hát na, azért a íja. Azért hát jó, csak valami lőszer. Hopsz, ott van egy béka házas-mázas, mert az legyen 200-as és 15-es szemszem. Akkor halált érdemel! Szerinted alkalmazzuk már a B-tervet? Azaz a mega gyilkos dinoszauruszokat? Vagy inkább még nem? Hát nem is tudom. Még próbálkozunk egy kicsit. Hát, Krisztián, szerintem eleget próbálkoztunk. Sajnos, túl kevesek vagyunk mi ide. Amúgy nem, mert tök jó, de attól függetlenül egy csomó... Máté, nagyon közel hallom ezt a izét. Menjünk csak le. Nyugi, most itt vagyunk a házas. Máté, házas, Máté, gyere. Ott nézzük van. Meg, hogy közelről mekkora. Oda megyek mellé, jó? Jó. Menj oda gyorsan, csinálok rólad egy fényképet. Aj, ne... Ha? Uaaah! Futás! No! Osztom ekkora! Jaj, ne! Belefér a szájába! Nyugi! Ja, simán a tüze is belefér a szájába, majdnem. Oszta szét a posta, házas-mázas, láttad? Mondjuk szép bele... volt házi-mázi! Mekkora ez, bakker? Ja, ez egy őrült. A basszus, futóversenyt lehet mellette tartani. Le lehet nézni a torkán, oda né. Futóversenyt lehet mellette tartani elejétől a végéig. Oszta, figyeld a torkát! Lemegy a végtelenség a torka. Asztara, ez ilyet muszáj szállítani. Nézd már, milyen üzén nagy fog köz van a foga közt. Egy ilyet muszáj szállítanunk, Máté. De nem? Mire jó ez? Arra, hogy szétrottyantasz vele minden. Jó, na menjünk. Oké, és na, akkor jöhet a B-terv? Szerintem menjünk át oda a házas-mázassal most egyenlőre. Jó. Jó van. Sütök mi még húst. Mi volt ez? Na, szerintem valami brontosaurus. Ja, sütök még húst. Na, menjünk, addig mehetünk. Kicsit később. Sokkal később. Na, mikor leszünk már ott, Krisz? Hány ingerem van? Nem sokára már fél órája jövünk. Mikor leszünk már ott? 10-ig elszámolsz, nagyon lassan, és akkor? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azt hazudtad nekem? És itt vagyunk! Na azért. Vagy... Jaj, jaj, itt vagyunk. Hadd szálljak ki, hadd szálljak ki! Jó van, kedves házas, mázas üröság. Jaj, ne, ez durva volt. Alig bírtam ki gyorsan, innom kell egy kis vizet. Itt is itt van a... 17 csöves kígyó. Menj a fenébe! Jó. Máté, jöttek a gyilkoló gépek? Van olyan pisztoly még? Nem, ez volt csak. Ezt nem hiszem, nincs puskám se. Jó van, Máté, akkor muszáj, hogy jöjjenek a gyilkoló gépek. Szerintem, Krisztián, itt az ideje, hogy bevessük őket. Ugyanis... nagyon durva. Okés. Te neked is hány ingered lett az úttal, mi? Okés. Azt a milyen kis ilyen szeleburdi mosolyjal mosolyog a házas-mázas. Még egy perc múlva dobhatjuk a dínokat, és nem mást kell kidobnod, mint őt. Allosaurus 250-es, mi a franc? Emlékszel még, amikor egy ilyen gondot okozott? Ja, emlékszem. Most meg csak oda megyek, és így... semmi történik. Ja, Getsz, elég durva. Hát igen, a gumá meg a shotgunja van. Ja, ezt bőrne. Kapod, látod, és így a... ez így... hogy esett össze. Figyeld. Ja. Így előre van a talpa. És ez még a régen tönkretett a házunkat, meg ilyenek történtek. Máté, egyszerre dobjuk ki a Allosaurusokat, és mondjuk azt, hogy Allosaurus, téged választalak! Ne, az cringe. Dobjuk ki, de. Az cringe. Na. Ja, akkor te mondasz, én meg mondok sokkal menőbbet. Srácok, döntsétek el, hogy kinek lesz a menőbb dino lehívása. Na, te kezdesz, Krisz. 3-ra. Jobb. 1, 2, 3. Allosaurus, te... Ajj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 
Miért nem tudott lőni? Ja, azért, mert töltök. Nem sikerült a rage-elésem a francba. Allosaurus, téged választalak! Aszta! Na, srácok. De milyen asztalt? Akkor legalább lepődj már meg, hogy elmegy, és láttál még ilyen dínót. Ja, tényleg, aszta! Na, ez jó volt? Nagyon király. Okay. Na, és most jön az én dínó lehívásom, és srácok, értékelnetek kell egy 10-es skálán, hogy melyik volt a jobb dínó lehívás. Démoni teremtmény, előhívlak a láva közül, hogy segítsd harcomat.
Gyere és támogass engem a harcban! Okay, ez csak sokkal menőbb. Látod, és még a megjelenés is. Azt a sátánista Máté, jó van, gratulálok. A be. Démoni teremtményt hív segítségül. Jó van, sátánista Máté, oké, és nagyon menő vagy. Na menjünk. Mit mondtál? Mit mertél mondani rám? Kinkezdjük a mészárolást. Azon, mert mondjuk az alatti legesítő volt, hogy itt állandóan mászkált mellettünk. Akkor támadás! Bocsánat, házas-mázas, hogy ezt látnod kell! Hoszta! És te mégis ebzel kétszer annyit, mint én. Hát azért, mert én vagyok kemény király. Na, menjünk. Ja, mert te vagy alfa. Na, menjünk, Máté. Most azt kell csinálnunk, hogy menni kell, és keresgélni kell békáukat. Oké. Okay. És ami nem nagy egy szintű béka, azt mind meg kell ölni. Jó, ott is van egy. 40. Halált érdemelsz! Hoszta, ezek elég menők, ezek a démok. Ja, nagyon jó. És milyen gyors amúgy. Nem lehet vele ugrani, az baj. Igen, de ugrani nem lehet be. Meg azt hiszem lőni sem lehet a hátáról, de viszont cserébe nagyon erős. És ennek is van falka. Aha, húzom. Tényleg nem lehet. Nem. 130-as béka! Tényleg? Igen! Ott van, ki is megy a fenébe. Mindegy. Máté, állítsuk le a dínókat. Oké. Okay. És Máté, passzív, kell tenni. Igen. Passzív, az nagyon fontos. Jól van, Máté. Oké. Behavior. Attacker targetről passzívra. Oké, okay. itt van. Meglövöm, és jön ránk, és csak lőni kell, de viszont amikor elkezd menekülni, aha, akkor jaj, nagyon fontos, hogy csak egyikünk lője. Oké? Oké. Okay. Mert? Jó. Akkor azt te leszel majd. Jó, meglövöm, és akkor okay. Mehet. Oké. Francba, és mellé lövök. Oké. Oké. Jó, már menekül, menekül is! Menekül, lőd! Szép! Ez az, ki is fekül! No! Menj onnan! Miért? Ezt nem hiszem el! Hát a madarainkat azt agresszívan hagytuk. Hát mondtam, hogy menj milyen onnan! Milyen felének ez a hülye madár? Hogy... Adáshiba. Hülye madár, megöllek! Jó, de mit menjek onnan? Mi a francék ez a hülye madár a hülye vállamra? Te erőt tetted rám. Nekem nem kell ilyen baromság. Ezt nem hiszem el, és egy tök király békát megölt. Ja, és ilyen gyönyörű szép kék volt. Ezért most meghal ez a marcaps. Meghalok. Meghalsz marcaps! Behelem. Megöllek akkor is. Hiába menekülsz! Hirtelen nem tudtam. Hiába menekülsz! Nem baj, Krisztián. Ha egyszer találtunk, másodszor is találunk. Gyere! Keljünk útra, és keressünk még egyet. Beesteledett. Jaj ne, beesteledett. Máté, lehet, hogy le kell táboroznunk ide. Hogyha az megyünk a házas-mázashoz, hogy táborozzunk ide le? Táborozzunk le, rakja le egy... Ezért most már szerintem ezekkel a dínokkal nem hiszem, hogy túlságosan megtámadnának minket éjszaka. Hát én is. Szóval táborozunk le. Jó. Ragd le egy tábortüzet. Jó. Hát ez nem volt túl sikeres nap. De nem baj. Jó napot, béka úr. 20-as béka úr. 20-as béka úr. Szallom a távolba, hogy ilyen röccsen a lövés. Ragd ide le, Krisz. És a régi. Visszatérünk az alapokhoz. Igen, visszatérünk az alapokhoz. Úgyhogy Krisztián, itt a tűz mellett. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Reggel! Új nap ravirradunk. És megtaláljuk ezt a békát, ne félj! Jó! Jó nem éjszakát! Pityipű! Jaj! Jó reggelt! Ez az! Reggel van! Nem ez az! Uaa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 a
Lőni kell! What's the százas? Mi? Jó, ezt inkább hagyjuk. Hát jó, ezt hagyjuk, ezt nem, hagyjuk, ezt nem, hagyjuk. Nem, nem. Meg kell, hogy öljük. De nem, nincs lőszerem már. De már a békáinkat is meg fogja ölni, hogyha nem öljük meg. Jó. Akkor hát nincs esélye. Ja, ennyi volt? Aha. Jaj, ne, mit támogatsz? Ez most... Ezt most... Ja, látom.
Mi? Azt a francba, hát ezt nem hiszem el! Azt itt megették a bogarak! Ezt. De meg a szemügyre... Ajj! Húzzunk innen a francba, ebben a mocsárban! Gyere, gyorsan találjuk meg ezt a békát, és húzzunk innen minél előbb, ahogy csak tudunk. Menjünk visszafele, és akkor on keresünk visszafele, mert ott már megöltünk mindent, azt spawnolnak újra, tudod. Azt durózza meg a sáska, mi? Nem volt rossz hely, ott hagytuk a tüzet, te barom! Hát milyen normális vagy? Szerinted leégeted az erdőt, az vicces? Milyen erdő, az a mocsár, te? Leégeted a mocsarat, az vicces? Az szerinted? Az elég vicces. Put out fire. Legalább ennyit megtehettél volna, te ott lustadög. Találjunk ki egy jelszót, hogyha látsz békát, akkor mit mondasz? Jó. Szerintem? Megszentségtelenítetetlenségeskedéseitekért. Szerintem azt mondjuk, ha látunk békát, hogy Geronimo! Inkább nem. Miért nem? Inkább nem. Inkább azt mondjuk, hogy ha látunk egy békát, hogy ott a béka! Hány anyas ez? Hány anyas? 35. Jó, akkor ezt mondjuk, hogy ha látunk békát, hogy ott a béka. Tök mindegy, ott a béka. Ott a buéka. Itt a buéka. 10-es. Ez most. 10-es! Nem látok a leombaktól. És Máté akarsz sírni? Hát már találtunk egy 130-ast egyszer. Ott a béka! Na látod, jó jelszó ez. Anyas? Nem tudom, mert bement a fa mögé. 135? Jól láttam? Nem 35. Azt a fő. Hogy mersz átverni, te béka? Ezt nem hiszem el, jó helyen is volt az a másik béka, könnyen lehetett volna szelídíteni. Itt a béka nyáltó. Templom. 5-ös! Jó, most ezért szétlocsantom az agyadat! Ez csákánnyal! Amiért 5-ös van. Itt a agy szétlocsantást. Máté, belém jött egy kullancs. Szedd meg, vagy mi? Pióca. Krisztián, most elfogunk egy nagyszintű békát, és megszeldítjük, akkor diplomás béka vadászoknak kell mostantól hívniuk a srácoknak minket. Ploma, ploma, diploma! Na, most már tényleg azért tanáljunk már egy békát, na most már tököm ki van már. 10-es. 10-es? Jó, ha másik nagy szintű, akkor nem ölöm meg őt. Jó, 20-es, akkor mind a kettő meghal. Ez is meghal, ez a kis szar, nem tudom mi ez, mert úgy nézett ki, mint egy béka is átvert. Mostantól mindenki meghal, mert minél több dino kell jönni, visszspawnoljon. Úgyhogy a hülye madarak is meghalnak, rajtjatok meg! Ja. Mindörökre, nörökké. Hú, ez nagyon szép. 10-es. 10-es? Az anyád! De miért 10-esek jelennek be? Ezt valaki mondja meg nékem. Egy lehet, csomó béka van, de sehol sincs béka. 95-ös. Jó, az jó lesz. Kis vigasz. Vigasz, vizé. Ott is van. 55-ös. Jó, mindent írtsunk innen körülön le. Ez az? Nem, az a 55-ös, ezt megalhatjuk. Jó. Az az ott? Melyik az? Ott megy szerintem. A zöld vagy a kék? Ott megy. A zöld. Jó, akkor kéket meg kell ölni. Igen, csak akkor ránk támad, úgyhogy ne feled. Jó, mindegy, kezdjük el szelidíteni a izét. Oké. Vigyázz, ott van még egy szarkó, meg itt van a köpködős dino, meg minden. Jön. Jó, elkezdem lőni. Oké. Ne az izét, azt fedd gyorsan agresszívról. Nem agresszív, nyugi. Ez így jó is, mert letankolja! Mindjárt kezd menekülni. Jó, én nem megyek a közelébe akkor. Már menekül is! Hol vagy? Hol vagy, csicska? De te segíts már! Hát mit segítsek? Ó, elmenekül! Nem tudom eltalálni! Elmenekül! És elmenekül neki! Ezt nem hiszem el! Mert miért nem segítetté? És bementem. Milyen gyors ez? Nyugi. Várd meg, míg elkezd rá támadni, és vond vissza. De nem támad. Dehogy nem. Nem támad, egy csit. Ez az elfáradt. Ez az elfáradt. És megvárja, míg elfárad a kis pancser. Jó, mi kimegy vagy a izére. Kövérrendőr. Ez az. Ez az. Ne megy a közelébe. Oh. Nyugi, passzívon van az izém. Hát nekem nincs. Oké, hogy kell leszedni passzívról? Ment egy passzívra. Úgyhogy ledobod, és ugyanúgy beállít. Jó, és nem fogja megtámadni? Miért támadnám? Hát már oda repül és megtámadja. Nem, hát vedd le passzívra. Menj a távolra és vedd le passzívra. Oké, és na most már látom, hogy hol van. Oké, és oda kell mennünk a házasmázashoz. Igen, és?
És kell hoznunk Kibbelt, mert azt nem hoztam magammal. Ezt most nem mondod komolyan, hogy nem hozok már a legfontosabb dolgot. Nyugi, most már be van jelölve, tudom, hogy hol van. Jó, és mire akkor mi van? Mire visszaérünk, addigra pont megéhezik, és egyből megszelidül. Meg hozzuk neki a nyerget is. Na, menjünk. Az egyetlen dolgot, ami értelme lenne, azt nem hozza a sok baromságot meg hozzá. Gyere utam. Jól van. Hülye krokodil, rajd meg! Menjünk a finál felé, mindenki. Utállak. Ez az, Krisz, sikerült legalábbis, hát egy viszonylag egész jót szereznünk. Ja, azért még úgy közben nézhetjük. Abban nem számít ott a szintje, van. Hogy tudod, hogy cementing paste-et ad-e vagy nem. Igen, hát itt van. 75-ös, ha jól látom. Aha, igen. Hát én mondjuk ölni nehezebb velem a kisebb, úgyhogy... Hát ölni nehezebb. Basszus, ez mindjárt föléled. Ez mindjárt fölébred. Mi? Hát a béka, hát akkor... nem, mert még csak a egynegyede ment le, de... Hát nagyon gyorsan ja, kell tölteni. Hát azért mondom, hogy siessünk már. Jó, csak elfárad a dínom. Jó, mindegy, most már nem ölünk semmit, csak megyünk. És meg kell állni. Hát mert föl, a... megvárom, míg fölmegy teljesen a stamina, és akkor tudok szaladni sokáig. Hát basszus, hamarabb odaérnék talpon. Máté, menned kell. És el kell hoznod a Kibbelt. Hát a házasmázas az ott van, a folyó túloldalán. Hát nem tudod. Folyó túloldalán. Nem ott, nem arra. Ja, látom. Jó, ezt a kardont azért megölöm. Jó. Hát nem volt nagyon nehéz. Ja, valóban. Ott béka. Is a béka. Ez a 150-es legyen, let's go. 30-as. De te hogy látod ilyen gyorsan? Hát én be se tudom mérni, hogy hol van, basszus. Hát mert én már ezt csinálom. Na, hozd a Kibbelt. Egy éve majdnem, minden hát ez az te. Oké, na. Kocka. Most tart kb. Pont a felén, jó, nem, szóval... Jó, akkor futás vicces. Visszafele nem ölhetünk. Oké, okay. Várjál, lekeszednem a hülye izéket. Miért már? És kell stimulant is. Ment egy nem stimulant, hanem nekrarkotik. Nem, mert be fogja csak zabálni most már összes Kibbelt egyből, már olyan éhes lesz. Gyerünk, rész, siess! Okay. Nem húzhatjuk az időt! Futás! Ezt a fékát is el fogjuk bukni! Nem bukhat. Nem történhet meg még egyszer, ugyanis akkor elveszítjük a diplománkat. Ja, akkor megbukunk. Akkor megbukunk. Már így csak 3-ast kapunk, mert csak 95-est tudtunk szelidíteni. Ja. Én mert a 100 azt a gyönyörű kék 130-ast megöltük! Ezt nem hiszem el. Pussa, hogy csak az életet bírja! Ja, most fogja elfogni a staminám. Elfogni. Stamina újra töltődés időszak? Na, menjél már, hát már rég feltöltött. Ja. Most nem harcolunk, csak megyünk. Tehát ez gyorsabb vagy, mint én. Mert most eldobtam össze egy cuccom. Majd rám támad ez a csicska. Menj! Krisz, fuss! Siess! Futok, csak még töltődik stamina. Ezt nem hiszem elhelyesebb. Izgalmas, kulcs pillanatban itt tölti a stamináját. Remélem jó fele kerülök. Úgy látszik, igen. Jó, 600 méterre van, Máté. Ezt nem mondod lassan meg, hogy érünk. Mindig. Mennyire van az izéje? Unconscious-sége? Az egynegyede van meg. Óha, akkor azt már nem. Nyugi. El fogjuk bukni, Krisz, ezt nem hiszem el. Nem fogjuk. Annyit küzdöttünk érte. És el fogjuk bukni. Nem fogjuk elbukni! Oké, és még egyszer fel kell töltödni a staminámnak, és akkor most nem adkom olyan. Itt voltunk már, itt voltunk már, itt van tudom, tényleg itt 5 méterre. 150 méterre van. Jó. Hol van a béka? Nincs ott semmi. Nem tudom mi ez. Nincs ott semmi ellenfél? Nem tudom, semmi nincs. Ott van a nagy krokodil, megölöm! Várja be, narkotikozom gyorsan. Én mondtam, hogy hozzá narkotikat, és te meg azt mondtad, hogy nem kell. Jó, oké, és benarkod. Remélem nem stimulánst adtam neki. Nem főfele megy, jó van? Oké, és most akkor van időnk így. Tisztítsuk ki a terepet. Kitisztítottuk? Hát én megöltem egyet, ami itt volt, és nem jó, volt így. Itt semmi. Körbenézek. Várj, megnézem. Passzívra okay. Vettem elvileg a vállasom. Hol van? Itt van előttem, csak nehogy üss, vagy ilyesmi. Nem akarok. Ide, gyere föl mellém. Ja, várjál, távolra is meg tudom nézni. Jó, oké, és leizéltem okay. A Kibbelt. Jó, megy fel a unconscious-sége, viszont miért nem eszik még mindig? Mert nem adtam még neki, most adom. Na, most jó. Fogom szedíteni. Oké, mehet. Oké, és mehet? Mehet. Jó, 3-at kell megegyen. Jó, meg is eszi, mi? Igen. Igen. Let's go! Let's go! Sikerült! Ez az! Sikerült a vizsga, srácok! Ezt el sem hiszem, komolyan. L4 let's go. Oké, okay, és kipróbálj ki először. No! Máté, gyere ki a tisztásra, gyere ki! De király! Ide, gyere ki a tisztásra! Let's go! Let's go! Ez a... Azt a olyat ugrik! Igen. Azt a...
Ja, van, na keresünk valami kis áldozatot. Miért megy fel a ájulása? Ja, mert mindig tart a narkotik, mi? Az lehet, aha. Úgy, ja, mindegy, ha elájul, hát majd felé. Stimulantot tudunk megadni. Igen, na, valami kis izét meg kéne ölni. Szerinted ezt meg tudom ölni, ezt a kis malacot? Persze. Jó. Próbáld meg, hogy okay. Hogy üt egyet. Azt hallod, milyen ostor hangja van? Jó, mondjuk ezt a izét inkább nem akarom megötni. Francba, pont megfordult, ezt nem hiszem el. Pedig elibé akartam menni. De igen, ezért kell minél nagyobbat szeldíteni, mert akkor erős, minél erősebb tud. Itt jön, kapd el, Máté! Neki is disznó! Nagyon nehéz. Itt egy ötös, ezt tudd meg. Miért nem tudom eltalálni? De azon ugye áll itt is ám, azt tudod, ugye? Igen. Aha. Párc. Szerintem. Aztán nagyon nehéz ezzel ölni. Már meg kell szokni, biztos. Azaz, az megölte. És akkor most, ha megeszem, akkor? Edd meg. Ja. Nyomkod a másik gombokat, hogy tud-e más csinálni? Nem is adott. Tud más csinálni? Nem adott cementing paste-et. Mert ez bogár, szerinted? Ja, mert a bogárad? Igen. Ja, jó. Akkor próbáld te is, Krisz. Oké. Ez nagyon király, ez nagyon fun. Nem? Tényleg. Milyen jó ilyen ostorhang. Azt, de királyul néz ki mi. Azt, láttad ezt? Aha, így tud, ilyen jobbra-balra. Jól van, Krisz. Hiá. Akkor nincs más hátra ahhoz, hogy ezzel tudjunk bogarakat ölni, mint hogy kell még szerezni ilyet, és kell őket szelidítani, vagyis tenyészteni. Aha. De ugye ez rengeteg idő, ez ilyen napokba telik, szóval ezt majd videón kívül megcsinálom, csak hogy így láthatták, srácok, hogy jól van. Szóval, Krisztián, szerintem eljött az idő ahhoz, hogy szelidítsünk még egy békát videón kívül, és akkor meg lesz a két békánk. Akkor elmenjünk bogarakra vadászni. Úgyhogy, Krisztián, készen állsz a békával én bogarakra vadászásra? Én sosem álltam ennyire készen. Sosem álltál ennyire készen? Gyerünk, Krisz, indulás! És így fogsz oda menni? Igen. Jó. Nem így.